Megkérdeztük a szabadkaiakat, hogyan vélekednek a nyereményjátékokról, szoktak-e lottózni. Hát valójában tegnap fizettem be először. Hallottam, hogy mekkora nyeremény, és próbára tettem a szerencsémet. Egyébként hisz az ilyesmiben? Hát hiszik is, meg nem is. Ugye általában úgy szokták mondani, hogy akinek szerencséje van, az nyerhet is. Nekünk még eddig nem volt ilyesmiben szerencsénk, úgyhogy nem tudom. Családban valaki szokott néha lottózni? Hát régen lottóztunk, régen igen, de mostanában annyira nem. Apukám még fiatal korában nyert is ilyen kisebb összegeket, de azóta nem nagyon játszunk. Ismer-e valakit a környezetében, aki rendszeresen heti szinten vagy havi szinten? Igen, van egy ismerősöm, ő szinte minden alkalommal, amikor van lottó kihúzás, ő be is fizeti, és nem adja fel. Hát ilyen, azt hiszem, hogy a legnagyobb nyereményen 4-es volt, úgyhogy attól többet nem, de minden alkalommal befizeti. Nem lottózom, nem szeretem a nyereményjátékokat, és nem hiszek abban, hogy megéri játszani. Soha nem vettem lottószelvényt. Szokott-e lottózni? Nem, de ahogy lottózok. Kipróbáltam egy évig, és semmit nem kaptam. Kisebb összeget sem? Semmi, kicsi, icipici késő semmit. Úgyhogy még csak közelibe sem megyek a lottósnak. Hallotta-e, hogy most milyen nagy nyeremény? Nem hallottam, de nem érdek. Hát igen, jó, legyen szerencsés vele, de nem. Vásároltam, volt, mikor kaptam is valamennyit, nem sok összeg volt, de hát... Próbaszerencse, igen. Mm-hmm. És tud róla, hogy most 5 millió euró lesz nem a nem tudtam. Hetes? Nem, igen? Most nem pénteken tudtam. Lesz a húzás. Uh-huh. Ennek tudatában veszem majd most. Akkor meglátási szerencsém, megpróbáljuk. Ne igram szedet, igrószom neked. Most nem lottózom, valamikor régen igen. Szerintem, ha ilyen nagy pénzösszeg gyűlik össze, mert hagyják, hogy összegyűljön, abból az államnak haszna van. Ezt is előre megrendezik, mint minden mást. Fiatalabb koromban lottóztam, néha volt 4-es találatom, de azok csak kis összegek voltak. A sportfogadásról másként vélekedek. A futballmérkőzésekre most is szoktam fogadni. Valaha fociztam, figyelemmel kísérem a mérkőzéseket, ezért szerintem ennek több értelme van. Bár ott is vannak visszaélések, de szerintem nagyobb rá az esély, hogy az ember sportfogadással nyerjen, mint lottózással. Mennyi is most a nyeremény? 4-5 millió? Úgy vélem, hogy ma sem fogják kihúzni a hetest, mert most jönnek az ünnepek, hetente kétszer van húzás, miért ne szaporítanák az összeget? Biztos vagyok benne, hogy megdrágítják a lottószelvényt is. Hagyják majd, hogy az összeg felszaporodjon 7-8 millióra, és majd ezután engedik meg, hogy kihúzzák. Szerintem a szerbiai lottótársaság szinte az összes kombinációt befizetheti, és ők maguk nyerik meg a pénzt végül. Ezt is megtehetik, nem? Ta lutrija Beograd je centrala. Oni od tih para mogu da uplate maltene skoro sve kombinacije. Dobro, ne može baš sve i oni zvuku to pare. Mogu i tako da rade, ne? A hetes találatra már körülbelül 10 hónapja várnak a lottózók. Ugyanis legutóbb 2018. januárjában volt hetes találat. Akkor 300 ezer eurót vitt el a belgrádi nyertes. A 98. fordulóig, illetve a ma esti sorsolásig 5 millió 100 ezer euró gyűlt össze, ami eddig a legnagyobb nyeremény a szerbiai állami szerencsejáték történelmében. A rekordösszegnek számító nyeremény miatt olyanok is befizették a 80 dináros szelvényt az elmúlt napokban, akik eddig csak ritkán vagy egyáltalán nem lottóztak. Ma este derül ki, hogy megnyerje valaki a több mint 5 millió eurót, vagy tovább nő a nyeremény összege.